Dovcsik. És belövik a lengyelek, Marcinjak. 1-0, 27. perc. Visszalőtt labda, kifelé mozognak a védők, de ott vannak bent, nincs les, ketten is. Marcinjak lefordul, és Gáspár mellett a hosszú sarokba lő. Vezetnek a lengyelek. Pavlak. Détári veszi le. Két ember között hozza el jól. Megint lövőcselek. Aztán a továbbtétel is jó. Vince 1-1! Szép megoldás után egyenlítünk. Vince. ...39. perc, de Détárit hagyd dicsérjen meg ennél a gólnál. Lövőcselekkel viszik közelebb a labdát, és aztán jó cselek után megint egy nagyszerű indítás. Vince kilép, és aztán fordulásból egyből a kapuba bombáz. Egy épülőben lévő válogatott számára nem mindegy, milyen eredményeket ér el, mennyire kaphat lábra, mennyire szerezhet önbizalmat. Lesznyák lép ki, Szalai mellette Lesznyák, kapufa, visszapattan a labda, és Smolarek bekotorja. 2-1, bámulatosan gyors, pedig Szalai sem lassú, Lesznyák jól veszi el, ezt kapufa, és tulajdonképpen az érkező Smolareknek már csak be kell tolni. Második félidő, 16. perc, Détári teszi a labdát, Krull hibázik, Péter remekül lép ki, és elhúzza a kapus mellett is, egyértelmű. 2-2! Higgadtan, nyugodtan, Détári egyenlít. Ezúttal Détári megvárja, míg elmegy a kapus, és nagyon nyugodtan az ellenkező oldalra. Péter, gyönyörű! Hű, mekkora gól! Péter Zoltán! 3-2. Második félidő, 21. perc. Egy cseles kombináció, Détári legurítja, a sorfal szétnyílik, és Péter valami elemi erővel ellövi a labdát, ezért csak kapaszkodni lehet, elérni nem. 3-2-re vezetünk, és Péter Zoltán a második gólban van benne. 31. perc a második fél időben. Jó! Ho-ho! Mekkora gól! A második Détári gól. A hosszú sarkot mesterlövész módjára Détári valami káprázatos eleganciával és labdabiztonsággal. Ez a legnagyobbak sajátossága. Óriási gól! Hát, ha meg lehetne még egyszer nézni, kedves kollégák, bár tudom, hogy ez nem kívánságműsor, de valami káprázatos dolog. Roll fejeli le a labdát, Smolareknek elmegy, Szalai, Smolarek visszaszerzi. Híres, mellett fejelnek a lengyelek méghozzá, Roll 4-3. Hó, mennyi gól van itt ma. Második félidő, 36. perc. Lehetett hallani Gáspár kiabálását, hogy ne bántsd, talán jobb lett volna, ha bántja, úgymond, bejön a labda. Híres nem tudja elfejelni, Krull, nagy gól. És emlékezetes meccs lesz most már biztosan, nem csak a gólok miatt, hanem ahogy változik itt az eredmény, és hát nem akármilyen gólokat láttunk, ez a másik. Détári a labda mögött, ez most messze van ahhoz, hogy valaki kapura lője. Indítani viszont jó, Presseller, elpattan, és bent van, bent van. Détári, és persze Presseller, de az indítás nagyszerű volt. A kitűnő helyzetfelismerés megint. Détári szemfülesen, Presseller megindul. És kérem, nem véletlenül mondják, hogy Verepes a cserekirály, mert Presseller beáll és gólt lő.
ahogy az Verebes József cseréinél lenni szokott.